És ma esti utolsó előadásunk. Én érzem, ahogy Bogár László mondaná, a terem metakommunikatív diskurzus teréből, hogy fáradunk, úgyhogy örömmel bejelentem a ma esti utolsó előadónkat, Kelemen András alelnök társamat. Némileg egy összefoglaló jellegű előadást tartson, és utána rövid búcsú után zárjuk az estét. Kedves hölgyeim és uraim, először is nem tudom megállni, hogy ne folytassam azt, amit Dürai Miklós barátom kimondott gondolatként a szomszédokkal kapcsolatosan. Nekem erről az jutott eszembe, amikor Antal József kimondta azt, az oroszoknak célozva, hogy ha leveszitek a kezünkről a bilincset, akkor kezet tudunk majd fogni. Ezt tudnám üzenni a szomszédoknak. Mai este hangsúlyait illeti, hát bizony nehéz lenne kiemelni, úgy, hogy igazságos legyen az ember, de megpróbálok néhány dolgot kihangsúlyozni. Egyrészt az, hogy egyértelmű, hogy egy hamis világban élünk. Annyira hamis világban, hogy az Európa kép, amit használunk, valószínűleg nem teljesen fedi a létező Európát. Egyszer volt egy külügyi beszélgetés azzal kapcsolatosan, hogy Amerika és Európa közös gyökerekből táplálkozva szót kell értsen egymással, és együtt kell kormányozza a világot. És akkor valaki úgy csöndesen megkérdezte, jó, de hogy fog ez működni akkor, amikor a moszlim Európa akar majd a spanyol nyelvű Egyesült Államokkal szót érteni? Tehát a helyzet kicsit másképp van. És nagyon érdekes, hogy az emberek valahol működik bennük valami iránytű, ami úgy látszik ebben az Európában és Amerikában talán kevésbé működik, mert én emlékszem arra, hogy igazából még az én megmozdításomat is az jelentette, amikor 2006 őszén az utcán egyszerű emberek, akik egész biztos, hogy a jogról halvány fogalmakkal, ha rendelkeztek, akkor nagyon sokat mondok, elkezdték azt hangoztatni, hogy a Szent Korona a történeti alkotmány. Érezték, hogy valamibe kapaszkodni kell, ami minket összefog, és a lényeget megérezték. És azóta van az, hogy egyáltalán ezzel Ez mint egy közakarat jelent meg. Ez nagyon fontos dolog. Tanácskozásainak a jelentőségét különben is megadja az kezdettől fogva, hogy ismételten, a ma este is hangsúlyozottan, az országunktól elszakítottan élő nemzettársainkat is bevonjuk a vitába, ami nem mindig szokott megtörténni, amikor ilyen dolgokról beszélünk. De ebbe van logika. Van logika, mert felőlük nézve a kérdést, kidomborodnak lényeges elemek. Épp úgy, mint ahogy az emberek számára, az egyszerű magyarországi emberek számára is akkor domborodott ki igazán az, hogy milyen helyzetben vannak, és milyen helyzetben van az ország, amikor eljutott az ország a legteljesebb kifosztás, a legteljesebb szinte megsemmisülés szélére. Innen már sok minden világosan látszik. És megindult az alkotmányozás, és változatos szakértői testületek jobbnál jobb és kevésbé jobb ötletekkel bombáztak minket. Legutóbb 12 kérdőívet is kapott a lakosság, 12 pontos kérdőívet kapott, amelyek változatos kérdésekből igazából nem tudta meg, hogy tulajdonképpen mi is az, ami folyik, hiszen megnézzük a kérdéseket, szinte semmiféle rendszerezettség nem jelentkezik benne. Vissza kéne találnunk oda, hogy mik az alapvető kérdések. Alapvetőek azok lehetnek, két szempont lehet. Egy, ami kiemeli, ami megfogalmazza a nemzet egységét. És ezért fontos az, hogy a határon innen és túl közösen gondolkodunk, de ugyanakkor fontos az, hogy Magyarországon is az elesettek, a kitaszítottak együtt gondolkozzanak, róluk is gondolkozzunk. A nemzet stratégia az azt jelenti, hogy valahol az itthoni szorványosodást is fogjuk föl. Az egyik tehát az, hogy a nemzet egységes, és a másik pedig az, hogy igen, egy erős, rendezett Magyarországra van szükség, amelyik védőhatalom. Védőhatalom a politikai határokon túl tekintve, de azon belül is. Tengernyi tapasztalatunk van arról, hogy hogy néz ki az ország, és hogy nézünk ki mi akkor, hogyha nincs egység
nem találjuk meg a legfontosabb dolgokban az egységet. Ezt egyszer úgy fejeztem ki, hogy úgy vagyunk a határon túli magyarokkal, mint a kenyér meg a héja. Ha a héját lehántolják, akkor a kenyér bele elszárad. De fordítva is igaz, ha a kenyér bele megpenészedik, akkor a héja már nem fog megmaradni. Abból kell kiindulnunk, és így gyönyörű szavakat hallottunk Tisztitől arra vonatkozólag, hogy a Szent Korona milyen fontos. Tényleg fontos, mert akárhogyan is, ha a misztikumától megfosztják, akkor is egy szervező elvet valósít meg, fejez ki azt az elvet, amit különben 30-35 nemzedék magyarjai építettek. Hát csak nem akarjuk félretolni azt, amit egymásra épülő nemzedékek ilyen hosszú sorra létesített. És benne kifejeződik az, hogy ha a hatalom teljessége, ami csak a Szent Koronát illeti meg, ha ez nem így van, akkor enélkül a vezető zsarnokká válik, a nép pedig anarchiába kerül. Ugyanígy fejezik ki a közszolgáló vagyon elidegeníthetetlenségét a korona. Tehát ugyanakkor, amikor egyszerre megjelenik benne a transzcendentális elv, az összefogás, a nemzet elve, ugyanakkor megjelenik benne a rendező, a földi élet dolgait pontosan elrendező elv is. Ezért a korona tényleg több, mint jelkép, mert megjelenik benne egy hatalomgyakorlási elv is. A múlt héten, amikor nekifogtam, hogy összeszedjem, hogy miket gondolok a legfontosabb elmondandóknak, akkor rájöttem arra, hogy változik, folyamatosan változik a helyzet. Akkor még ott tartottam, hogy meghallgattam a vitazáró beszédet a parlamentbe, amelyik gyakorlatilag egy simogató elutasítást jelentett. Mit mondott akkor a parlamenti eseti bizottság elnöke? Azt mondta, hogy a történeti alkotmány félretétele alkotmányos rendünk fejlődésének fájdalmas félbeszakítását jelentette, és ennek tudatában a legnagyobb tisztelettel tudunk visszaemlékezni történeti alkotmányunk értékeiről. Ugyanakkor pedig azt is hozzátette, hogy a történeti alkotmánynak a szószoros értelmébe vett visszaállítása azonban nézetünk szerint sajnálatosan nem lehetséges. És kifejti, hogy miért nem, és gyakorlatilag ezzel zárta le az erről szóló parlamenti vitát. Nagyon súlyos szavak voltak, úgy éreztem, viszont egyenes beszéd, és ekkor született meg bennünk az Egyesület tagjaiban és hálójában az a gondolat, hogy levelet kell írni a képviselőknek. Levelet kell arról írni, hogy döbbenjenek rá, hogy mekkora felelősséggel néznek szembe. Az egész levelet nem olvasnám föl, mert én is gondolom, hogy fáradt már a közönség, de annyit azért hadd mondjak el, hogy arra hívtuk fel a figyelmet, hogy egy helyrehozhatatlan történelmi tévedés követhet el a képviselő, hogyha megtagadja a múltunkat, és új alkotmányt szándékszik elfogadni. Mert az új alkotmány megnevezés jelentése megtagadja önmagában a régit, ez volt az egyik alapvető, amire rávilágítottunk ebbe, és elismerve azt, hogy alaptörvényre természetesen szükség van, még arra is figyelmeztettünk, hogy a Kárpát-medencébe kialakult államok friss alkotmányaikat a Szent István előttre gyökeresztették. Mi nem vághatjuk el a gyökereinket azzal, hogy tőlük eltérően 2011-től érvényesnek tekinthető új alkotmányt hozunk létre. Ennek beláthatatlan következményei lennének. Én úgy érzem, hogy ez a gondolkodás valahol, ez a kérés valahol, mintha megmozdított volna sok mindent, és azt kell mondanom parlamenti tapasztalataim alapján is, hogy van értelme tovább dolgozni, mert már ma elhangzott, hogy tovább kell dolgoznunk, és igaz volt mindazoknak a szava, aki ezt mondták. De én emlékszem arra, amikor 2006 őszén még azt vágták a fejemhez a tisztelt házban, hogy az alkotmányra tett képviselői esküvel kerül szembe az, aki alkotmányozni akar. Tavaly pedig még azt állította a volt köztársasági elnök, ha emlékszünk, hogy a meglevő, az ideiglenes alaptörvénynél európai alkotmányt már nem lehet alkotni. És ugye, hogy túljutottunk ezen? Ma már azt is látjuk, hogy a nép bevonását kísérli meg a hatalom az alkotmányozás folyamatába. És ha megnézzük a mostani szöveget, nyilvánvalóan még a kezdetén tartunk a tanulmányozásának, de egy lehetőség arra, hogy fölfigyeljünk dolgokra. Itt nagy elmozdulások vannak.
kezdi használni az alaptörvény kifejezést már a nemzeti hitvallásban, amelyik gyakorlatilag a preambulum, a bevezető szöveg az egésznek az alapvetését tartalmazza. És a Szent Koronáról azt mondja, mint előttem is említette valaki, és ez nagyon fontos, hogy megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát. Fontosnak érzem azt is, és kiemelendőnek, hogy nem tesz különbséget határon inneni és határon túli magyar között. Ez nagyon fontos a nemzetegység megteremtése szempontjából. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a különböző állampolgársági lehetőségek megnyilásával kapcsolatosan az autonómia területi igényeiről, az ottani autonómia igényéről, hiszen az önigazgatás vágya az teljesen természetesen továbbra is élni fog. És hát csak hogy egy aprós, vagy egy nagyon fontos másik elemet emeljek ki, végre megjelenik a régvárt közpénzügyi fejezet az alaptörvény tervezetbe, a Nemzeti Bank helyzetének a rendezésére vonatkozó igény. Tehát elmondhatom azt, hogy az elmúlt hetekben hol lent, hol fent éreztük magunkat, és ezért merül fel a kérdés, hogy nyilvánvalóan ugyanilyen helyzetek még lesznek előttünk, amikor úgy érezzük, hogy valami nem sikerült, vagy esetleg éppen veszni készül az egész. Nagyon össze kell fognunk. Mi lehet most a feladatunk? Erősíteni kell az alkotmányos felfogást úgy, ahogy ebben a levélben megpróbáltuk megfogalmazni a képviselőknek. És mindenek fölött át kell mentenünk azt az elvet, hogy folyamatosan hatályos történeti alkotmányunk működését megszakították az alkotmánytörések 1918-19-ben, a 44-es Szálasi féle, a 49-es Rákosi féle, és ezeknek nem lehet legitimitásuk. A történeti alkotmány folyamatossága ezért is fontos számunkra. El kell tehát érnünk, hogy a Magyarország most megszülető alaptörvényei az alkotmányosságunk történeti építményéhez tartozzanak. Meg kell teremteni a jogfolytonosságot. Ehhez megtörtént az első lépés. És ennek nyomán jöhetnek az érdemi kérdések, az érdemi viták, ha ezt az alapkérdést eldöntöttük. Ha ezt eldöntöttük, és ebben el tudtuk érni a céljunkat, akkor jöhet a termőföld, ami rendkívül fontos, a médiahatalom, a pénzhatalom beszabályozása. Mert tényleg furcsa és hazug világban élünk, hadd döbbentsek rá talán még egy képpel. Ha az ember elővesz egy 10 000 forintost, akkor azt látja rajta, hogy Szent István nyitott koronával a fején van ábrázolva. Ilyen még nem volt a történelemben, hogy a pénzügyminiszterünk fosztotta volna meg a Szent Koronától a Szent Királyt, akinek a kettőnek a neve is ugyanazt fejezi ki. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük még egyszer mindnyájuknak, hogy itt voltak. Néhány záró gondolatot engedjenek meg. Többször szó esett a közös munkáról. Itt kell, hogy megragadjam az alkalmat, hogy néhány szót szóljak arról, hogy hosszú idők óta szervezünk előadásokat alkotmányügyben, és anélkül, hogy bárkit megbántanék ezzel, de az az általános tapasztalat, hogy ezen előadásoknak a kor átlaga az sajnos bizonnyal 50 év fölött van. Tehát azt gondolom, hogy valamit nem jól csinálunk. Ha az átlagról volt szó, jöttek a lázadó hangok hátulról. Tehát azt gondolom, hogy ha már az állami oktatási ügy ezt nem feltétlenül vállalja föl, hogy a fiatal generációkat informáljuk, nem kell nemzeti irányba befolyásolni gyermekeinket, unokáinkat, elég, ha informáljuk őket a nemzet értékeiről, vagy arról a szabályosan 56-hoz hasonló helyzetről, ami jelenleg a színfalak mögött zajlik. Mert ha nem lett volna egyértelmű az előadásokból, egy kőkemény háborús helyzet zajlik, csak ezt a háborút most nem azokkal az eszközökkel vívják, már régóta nem, mint 50-60 évvel ezelőtt. És az a tapasztalatom, hogy elég gyermekeinket informálni, hogy azok a bizonyos ejtőernyős tantuszok leessenek, és ezért megpróbálunk mi is tenni,
de ez mindenhol otthon a családi fészekben kell, hogy eldőljön. Ez lenne az első gondolat. Ehhez szeretett volna segítséget adni az a DVD, amit ajándékba kaptak, és amit szervezőtársaimtól értesültem, hogy sokszor üres tokot kaptak ajándékba véletlenül. Úgyhogy kérem, nézzék meg, és ha véletlenül hiányzik belőle maga a lemez, akkor ne gondolják azt, hogy egy puszta üres tokkal akartuk önöket hazabocsátani, hanem akkor kint a regisztrációs asztalnál lehetne ezt szóba hozni. Képviselőtársam említette továbbá, hogy levelet írtunk a Magyarországgyűlés kormánypárti frakcióját alkotó képviselőknek, és ezt a levelet e-mail formájában épp a tegnap este folyamán kapták meg. És ezzel kapcsolatban egy másik akciónkat szeretném bejelenteni, amit a Magyarok Szövetségével közös szervezésben és szövetségben kívánunk megvalósítani, és ez pedig a 12 pontos kérdőívekhez kapcsolódik, mert azt gondolom, hogy az idő rövidsége miatt, ha igazán belegondolunk, akkor arra nem nagyon gondolhatunk komolyan, hogy a visszaküldött 12 pontos íveinket bárki is komoly értékítéletnek fogja alávetni, de talán még arra sem gondolhatunk, hogy elolvassa bárki is. Ezért arra gondoltunk, hogy ha megtisztelnek minket a bizalmukkal, akkor összegyűjtenénk. Hát, hogyha az egyedül egyenként elvesző szalmaszálacskák mégiscsak valami épületté állnak össze, akkor ha közösen képviselnek valamit. Az, hogy mi legyen ez a valami, ez nagyon egyszerű jelen pillanatban a jogfolytonosság kérdése. Tehát aki úgy gondolja, hogy megtisztel bizalmunkkal minket vagy a Magyarok Szövetsége szervezetet, akkor juttassa el hozzánk a honlapjainkon, akár a Magyarok Szövetség, akár a Magyarországért Egyesület honlapon, rajta lesz az információ, hogy hova, Bene Gábor mutat legalább egy kötegnyit. Tehát az akció már megindult, csak megkértek rá, hogy hirdessem. És utána ezt egy pakban szeretnénk majd átadni, lehetőleg a sajtó nyilvánossága bevonásával. Hát, ha így nagyobb hangot adunk annak, mintha bedobáljuk a postaládába, névvel, névtelenül, teljesen mindegy. És akkor záró, utolsó hirdetésem az, hogy magyar történeti alkotmánnyal foglalkozó rendezvénysorozatunkat március 25-én a Polgárok Házában folytatjuk, ahol Posgai Imre lesz az egyik fő vendégünk, és azt gondolom, hogy amilyen intenzitással zajlanak az események kormányzati szinten, azt gondolom, hogy az előttünk álló két hét után lesz bőven aktuális információ és felvállalandó érték, ami miatt érdemes lesz újból egybe gyűjjünk. És legutoljára pedig meg kell, hogy köszönjem sok mindenkinek az áldozatos munkáját. Elsősorban az Egyesület tagjainak, akik időt és fáradtságot nem kimélve, lényegében a szabad idejükben és gyakran a saját pénztárcájuk rovására járulnak ahhoz hozzá, hogy például egy ilyen konferencia megfelelő keretek között létrejöhessen. Meg szeretném köszönni a Szent Margit Gimnáziumnak a példátlanul együttműködő hozzáállását a ma esti konferenciánkhoz, személy szerint igazgató úrnak is, aki ráadásul végig megtisztelt minket jelenlétével. Meg szeretném köszönni előadóinknak és díszvendégeinknek. Nem kérnék szót, ha esetleg ezt fel egy gondolat lenne, amit ha felolvasna, én nagyon megköszönném. Jó. Aztán azt meg visszakösszön. Meg szeretném köszönni vendégeinknek, előadóinknak és díszvendégeinknek a jelenlétet és az előadásokat. És legutoljára de nem utolsó sorban önöknek szeretném megköszönni, hogy újra itt voltak. Mert ezeknek a konferenciáknak és az esteknek az egyik oldala az, hogy például személy szerint én is rengeteget tanultam ma este. Újabb és újabb információk és nézőpontok
derül fény az alkotmányozással kapcsolatban, de ennél sokkal-sokkal lényegesebb dolog az, hogy egy ilyen konferencia az nem egy puszta információcsere, hanem ez egy seregszemle. Tehát mi most mindnyájan kiálltunk ezért az ügyért, amivel kapcsolatban előadások elhangzottak, és azt gondolom, hogy ezeknek a seregszemléknek nagy mértékben betudható az, hogy az alkotmányozási folyamat jelen pillanatban itt tart, ahol tart. És hogy nem csak mi törekszünk ezeknek az esteknek a megszervezésére, hanem már sokukat ismerem, tehát hogy önök fáradhatatlanul újra és újra jönnek, és ezt a nemzeti igényt fejezik ki, hogy igenis a nemzet ragaszkodik a történeti alkotmányához. Köszönöm önöknek! És akkor felolvasnám Deák Ferenc ideillő szavait. Két idézet van Deák Ferencről, ami különösképp ideillő, az egyik konferenciák mottójaként ott volt olvasható egész idő alatt. Nem olvasom végig, mert annyira aktuális, hogy lényegében egész idő alatt erről beszéltünk. Másikat pedig az úr nyomta a kezembe az imént. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. És most idő van és kedvező szerencse. Ezt nem Deák mondta, ezt én tettem hozzá. De amiről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges. Mi soha nem mondtunk még le. Tehát most sem fogjuk ezt tenni. És akkor néhány rövid percig élünk még vissza a türelmükkel. Még egyszer köszönöm a jelenlétet. Istenem, mindenünk,